az Élménybázis kalandparkjában, erősíthettük izmainkat, próbára tehettük ügyességünket. Ugye a junior pályával fogtok majd kezdeni, bent van az erdőben, egy léten kell majd felmászni a junior pálya első dobogójára. Az összes többi pályát, amit még szeretnétek majd használni, ugye valahogy fel kell jutni az első dobogóhoz, ez benne a lényeg, vagy egy mászófal, ami a hátatok mögött van, vagy pedig egy létrával, kötéllétrával, majd valahogy feljuttok az első dobogóig. Az első dobogótól kezdve magatokat fogjátok majd biztosítani, ami azt fogja jelenteni, hogy mindenhol a pálya összes feladatánál ilyen piros színnel megfestett kötelet kell keresnetek, ez a biztosító kötél, erre kell majd felakasztanatok ezt a kettő karabinát, amit kaptatok. Tudjátok ez, hogy működik? Igen. Megmutatom, jó? Le kell húzni. És így ellentétesen. Hüvelykujjatokkal hátul megtámasztjátok a karabinert, a mutatóujjatokkal pedig ezt a gyűrűsét, ha lehúzzátok, akkor ki is nyílt. Elengeditek, akkor pedig automatikusan visszazárodik magától. Ugye ez akkor mindenkinek fog menni? Igen. Jól van. Tehát ugye felmásztatok az első dobogóra, megtaláltátok a pirosra jelzett kötelet, fel kell a két karabinert tenni a kötélre. Arra kell majd ügyelnetek, amikor felteszitek a két karabinert, hogy a karabinernek a nyilláspontja, tehát ez a két gyűrűs része, ez mindig ellentétes irányba nézzen. Soha ne egy irányba, mert az úgy nem lesz jó, mindig ellentétesen kell feltenni. Igen, mert hogyha az egyik kiakad, a másik. Így van, ha beleakad az egyik faágba, akkor csak így az egyiket tudja kinyitni, ugye, mert a másik irányba néz. Ez benne a lényeg. Tehát ugye elindultak a feladaton, és amikor az első feladat végére értek, ez meg fog akadni, nem tudtok tovább menni. Ilyenkor le kell venni az egyik karabinert, de csak az egyiket szabad levenni. Megkeresitek, hogy hol van a következő feladatnál a pirosra jelzett kötél, és át kell rátenni. Ha ide bekattant a karabiner, csak utána szabad levenni a mögöttetek lévő másik karabinert, és ide az első mellé téve tudjátok folytatni az utat. Ugye ennek az a lényege, hogy a kettő karabinert egyszerre, úgy ahogy most én mutatom, soha, de soha nem szabad levenni. Ha leveszitek a két karabinert, akkor ugye nem vagytok biztosítva, és mi történik? Leestek. Tehát a legfontosabb szabály, hogy az egyik karabiner mindig be legyen valahova akasztva legalább, jó? Tehát egy karabiner mindig valahova be legyen akasztva legalább, jó? Ez a legfontosabb. Ahogy folytatjátok az utat, minden pályának a legvégén fogtok találni egy olyan kötelet, ami enyhén lejt, mint amit itt láttuk a fejem fölött, és ez látjátok, hogy piros-sárga, piros színnel van megjelölve. Ez a csúszókötél, ide kell majd feltennetek a oldalatokon lévő csigát. Most még nem kell levenni senkinek. Ahó, ne vedd le. Mondom tovább. Tehát, mikor megtaláljátok ezt a kötelet, az egyik biztosító karabinert azt mindig át kell majd tenni a csúszókötélre. Erre azért van szükség, mert ugye mondtam nektek, hogy a kötél az enyhén lejt, a csiga pedig görgőkön gurul, és nagyon sokszor előfordul, hogy a csiga elindul magától, el akar tőletek szökni. Ugye, ha a csiga elszökne tőletek, lecsúszna ugye a legvégére a kötélnek, akkor ti már nem tudnátok lejönni, nem tudnátok lecsúszni a kötélen. Ezért van itt ez a karabin, hogy ez túl meggátolja, hogy túl messzire fusson tőletek a csiga. Könnyebben vissza lehet így húzni. Tehát, amikor feltettétek ezt a karabinert, akkor jön a csigának a szerelése. Na majd most kell levenni ezt a karabinert, nem most, még nektek nem. Leveszitek az oldalatokról a karabinert és a csigát, ami ugye még mindig két dolog, ami egybe van valahogy akasztva. Szét kéne valahogy szedni. Mint látjátok, a karabinernek van egy keskenyebbik oldala, és van egy szélesebbik oldala. Úgy kell forgatni ezt a karabinert a csigában, hogy mindig a széles oldala legyen benne, mert így egy mozdulattal szét tudjátok venni. Ha rosszul csináljátok, keskeny oldala van benne, akkor beakad, én sem tudom szétszedni. Tehát mindig a szélesebbik oldala legyen benne, szétszeditek, és az egyik kezetekben lesz egy karabiner, a másikban pedig egy szív alakú csiga. Ha ez megvan, akkor a mögöttetek lévő karabinert átakasztátok a csigából kilógó karabinerbe, aztán pedig az előtte lévő karabinert ide mellé teszitek. A két karabiner egymás mellett van. Ilyenkor már készen is álltok arra, hogy csúszhatok. Ilyenkor le kell guggolni, csak ezt a heveder részt szabad megfogni, semmi fémeset ne fogjatok, mert balesetveszélyes, csak ezt a nektek piros, van akinek sárga színű hevedert fogjátok meg, és ellökitek magatokat a dobogót, és le fogtok majd csúszni a pályáról. A junior pályánál, úgy ahogy mondtam nektek, ott két csúszós feladat van, egyszer fától fáig való csúszás van, tehát akkor még a pályán fogtok maradni, és a legvégén, ugye, ahogy mondtam nektek, a pályáról úgy jöttek le, hogy a dobogóról lecsúsztok majd a földre, az lesz majd a második csúszás. A junior pályán van csak ilyen kettős csúszás, meg az adrenalin pálya, nem tudom, az adrenalinra fogtok-e menni. Jó? Annyit mondanék még nektek, hogy amikor ugye fent lesztek majd a pályákon, akkor arra ügyeljetek, hogy minden
feladaton csak egy ember tartózkodjon, tehát amikor ugye elindult valaki egy feladaton, akkor a mögötte lévő emberke az ne induljon addig el, míg az előtte lévő át nem ért a következő dobogóhoz. Egy dobogón pedig maximum 2-3 ember fog elférni, attól függ, hogy mekkora a dobogónak a mérete, de ezt úgy is fogjátok majd látni. Mi pedig majd alulról kísérünk benneteket, és majd nézzük, hogy mindenki rendesen csatol-e. Hát amikor a köteleken kellett mászni. Mikor féltél legjobban? Hát ott. A köteleken. De biztos nem balja megyek. Azt mondta a bácsika, hogy jobb oldalja van a könnyebb út. Jobb oldalt, félünk és nem megyünk. Köszönöm, hogy
Ez az. Azt fogok állni. Nagyon jó volt. Jó akadálypályák, meg jó volt bujkálni, meg néha segítettet, mert elestem néha. Nagyon jó volt ez a kalandpark. Hát szerintem a legjobb rész az a csúszós volt, ez a hosszú. Végig le lehet egy csúszni, és akkor oda arra kis rámpára fel csúszunk, és ott lehetett megállni. És hol féltél legjobban? Hát azon ott van ilyen rúd, ott kellett kapaszkodni. Ilyen két dróton kellett állni.